Jó napot, kedves nézőközönség! Elérkezett az idő, hogy játszunk egy kis Crusader Kings-et is. Már csak azért is, mert elég sok új content van, gondolok itt ezekre a bal alsó sarokban látható különböző DLC-kre, amiket jó lenne kipróbálni. Vágunk is bele, 1066-os kezdés lesz. És Magna Hungáriával fogunk játszani, ami momentán nincsen a térképen, de ezt mindjárt megoldjuk. Magna Hungáriáról mit érdemes tudni? Julianus barátnak az 1235-ös 36-os útja kapcsán tudjuk, hogy itt is éltek magyarul beszélő népek, és hát ez később megerősítette egy másik szerzetesnek, Plano Carpininek a kis jegyzete is, hogy Batukán udvarába látogatott, mint szentszéki követ, és ott is mondták hát a mongolok, hogy csak ugyan, amikor ott éjszakra hódítgattak, akkor találkoztak ők is Magna Hungáriával, ami ugye szó szerint fordításban Nagy Magyarországot jelent, és hát elfoglalták azt. Ez szerint a leírás szerint Magna Hungária a mordvinoktól és a volgai bolgároktól éjszakra van, a szamovédektől meg délre. Ja, valahogy a Volga és a Káma találkozásánál. Igen, ami az így helyben tudnám kötni, az Ufa leginkább, éppen ezért itt fogjuk majd létrehozni Magna Hungáriát, rövid karakterszerkesztés útján. Amúgy, ami még egy ilyen jelöltem volt, ez a Kaukázusi Magyarország nevű harmadik magyar állam. Itt a források közvetettebbek, mint a Julianus barát, meg a Carpini féle források Magna Hungáriához. De hogyha minden igaz, akkor itt is lehetett valami magyar vagy magyar nép. Erről az oszéteknek, meg az abházaknak vannak mindenféle ilyen szájhagyomány útján továbbadott emlékei. Itt is izgalmas lenne amúgy ezt kipróbálni, de most, amit ki fogunk próbálni, az az lesz, hogy Magna Hungáriát hogy tudjuk felvirágoztatni, és egy hasonlóan dinamikus és erőteljes állam alakulattá tenni mindezt a nyugatabbi Hungáriát. Nos, ez az ember viszont nem néz ki annyira ősmagyarul, mint szeretnénk, mert mint láthatjátok, több baja is van. Egyrészt az, hogy talán baskír, igen, baskír és muszlim. Szóval nem az a tipikus kiköpött ősmagyar, úgyhogy szerkesztünk rajta. Oké, ez most picit másképp néz ki, mint eddig kinézett. Ja, mert átváltott nőre. Ja, így már rögtön szebb, főleg a haja. No, változtassuk meg a vallását. A vallása... Milyen legyen a vallása? Legyen ez a finn ilyen... Biztos nagyon komoly vallás lehet, mert egy rénszarvas a jele. Legyen ez. Kipróbáljuk majd, hogy mit tud. Aztán... A kultúráját is megváltoztatjuk, ugye az a lényeg. Most csinálunk belőle tulajdonképpen magyart. Jó, rossz helyen kerestem, de most már megvan, igen, magyar. És a magyarból ezt a mogyert választjuk ki, mert a játék lényegében ezt a kétfajta magyar kultúrá annyiban különbözteti meg, hogy ez a mogyer így az ős magyarabb, mint láthatjátok, törzsi, meg nagyon lovas, meg ilyesmik vannak itt. Szóval ezt választjuk. Aztán a dinasztiával is csináljunk valamit. Legyen a dinasztia neve. Tiráki, nem. Corvinus, nem rossz, de valószínűleg még nem ismerjük a könyveket. Corvinákat. Hadik. De kincstartó. Nem. Brákóczi. Nem. Medgyesi. Medgyesi nem lesz, elnézést. Medgyesi, Bajnai, Gyurcsány, ezeket most kihagyjuk, azok nem lesznek. Elnézést azután is. Kun. Kun az ős magyar. Ez egy nagy plot twist lenne már itt az elején, de nem.
De Chess neki? Nem? Corvinus megint? Nem, másodszorra sem, hiába. Dobja fel. Dózsa? Nájne? Kanizsai? Nem? És megint Medgyesi. Na jó, visszatérek, hogyha találtam valamit. Jó, az előbb feldobta az, hogy apafi, és úgy döntöttem, hogy legyen apafi, mert ez egy nagyon-nagyon jó családnév, lévén, hogy bizonyára volt egy apja a karakternek, és így teljesen logikailag is megalapozott lesz a származása. Viszont a keresztnevét beállítottuk? Ja, állítsuk be azt is. Jó, itt kitaláltam egy jót. Kurszán lesz a keresztneve, ami egy nagyon-nagyon jó név, és nem csak azért, mert benne van az, hogy kur, hanem azért is, mert... miért is? Mert olvasgattam minap Kurszán váráról, hogy az hol is lehetett, Óbudán a Nagyszombat utcai amfiteátrum lehetett, kicsikét így a honfoglaló magyarok által felfejlesztve erőddé, vagy pedig kicsit nyugatabbra ott a téglagyár környékén. Ezt már nem tudjuk, de minden esetre ez egy jó honfogláskori név, én úgy gondolom, majdnem olyan jó, mint az enyém. De kap saját nevet, szóval Kurszán lesz, apafi Kurszán. Gyönyörű, gyönyörű. Már csak egy jó címerpa is kell. Nézzünk valami állatot. Tudom ám, hogy mit keresek. Pontosan. Turult keresünk. Bár ez lehet nem az. Ez kicsit másmilyen. Aha, megvan, megvan. Pontosan. Színét tekintve azt hiszem, hogy legyen... fekete, a kerete piros. Vagy pedig fehér és a kerete piros. És a háttér fekete. Ez szerintem itt lényegében tökéletes is. Pontosan, tökéletes. És akkor Ufának a címerét is megvariáljuk kicsit. Lehetne mondjuk ugyanez. Fő a fantázia. Oké, és itt a háttér, itt is lehet fekete. De vigyünk bele egy kis mintázatot. Ez a Német Birodalom gyarmatosítva Magyarország által. Nem, az is lesz sima fekete, nem variálunk. Nagyszerű, és akkor már csak az kéne, hogy valami emberformája legyen ennek a karakternek. Először is legyen kicsit európaibb. Úgy. Aztán azt kellene eldöntenem, hogy hozzám hasonlítson, és akkor jó lesz az indexkép jobb részébe. Vagy pedig legyen egy kicsit távolabb álló dizájn. Jó, azt hiszem, hogy sikerült elérni, hogy kb. Pont ugyanannyira ős magyarnak nézzen ki, mint én. Tökéletes. Talán egy picit lehetne pufibb a képe. Így már inkább én vagyok. Jó. Tökéletes, pont ilyen széles vállamban. Na jó, csak vicceltem. Kezdő életkora legyen 16 év. 16 éves kortól önálló egy karakter. És akkor ehhez osztjuk be a képzettségét. Alapvetően azt szeretnénk, hogy egy hódító hadvezér legyen majd egyszer belőle. Statisztikája. Az ehhez semmiből se legyen azért ilyen teljesen kutyaütő. Ilyen átlagosat azért érjen el mindenből. Intrika? Intrikából is érj el. Oké. És akkor legyen egy-két trétje is. Legyen
Legyen, milyen legyen? Legyen szenvedélyes. Aztán legyen ambiciózus talán. Az hol van? Ambiciózus. Ez két nagyon jó tulajdonság. És nézzünk még neki valami. Valami rosszat is kéne nézni, a mondó vagyok. Nem, az majd kialakul az idők során, hogyha valamilyen rossz tulajdonságnak be kell jönnie. No, bízzuk a sorsra. Az összes pontunkat nem költöttük el, de nagyjából szerintem így is egy jó karakter. Abszolút alkalmas arra, hogy egy jövendőbeli birodalmat irányítson. Jó, meg vagyunk a karakterrel. Oh, milyen jó ruhát kapott. Na, nézzünk rá a játékszabályokra. Itt, amit állítani akarok, exkláveknek a függetlenségénél vonatkozzon mindenkire, szóval ne csak az aljra. Aztán, amit még át akarok állítani... Ah, igen, ez egy új feature, hogy így a beceneveknek, ragadványneveknek az elterjedtségét lehet állítani, ezt állítsuk duplájára a normál gyakoriságnak. És amire még kíváncsi vagyok, az, hogy a mongolok hogy fognak beesni. Ez itt a térkép keleti végén annyira nem mindegy. ...1200 körül, az teljesen jó. Jól van, akkor szerintem kezdhetjük is a játék részét a játéknak. Nos, itt vagyunk, Ufa dicsőséges uraiként. Ufa városában nézzük, mi van. Nagyon nincs sok minden. De azért ugye van 1220 harcosunk. Belebejnél gyengébbek vagyunk egy picit, és egy picit Uraltunál is gyengébbek vagyunk. Jó, hát nyilván a Kunoknál is gyengébbek vagyunk, és Permhez viszonyítva Permnél is gyengébbek vagyunk. Mindenkinél gyengébbek vagyunk, ez annyira nem a legjobb, de majd kiküszöböljük valahogyan. Nézzük, mit tudunk tenni. Jó van, nem kellenek a jó tanácsok, köszönöm szépen. Nincs örökösöm, nincs életstílus kiválasztva, legyen a harcos életstílus kiválasztva, és azon belül legyünk autoritás vagy stratégia. Stratégiai fókuszon, ez teljesen jó. És nem vagyunk házasok. Ezt lehet orvosolni kéne. Nincs udvari orvosunk. Nem szeret minket a főpapunk. Tudunk felállítani állandó hadsereget. Egyelőre nem állítunk fel. Létre tudjuk hozni a Baskír hercegséget, hercegi tisztet, csak nincs hozzá elég pénzünk. Akkor azt se csináljuk meg. Fel tudunk állítani, ilyen, hát lényegében lovagokat tudunk kinevezni. De nem tudunk kinevezni. Jól van. Jó, és kevés a bajnokunk, nulla van a hatból. Na, nézzük meg, hogy milyen házasságot tudok nézni a
karakternek. Tehát valamelyik nagyobb állammal lenne jó összebarátkozni kezdetben. Kunokkal lenne a legjobb. Gyerekei nincsenek a Kánnak, de van két húga. Talán valamelyik húgát. Nézzük csak, mik a lehetőségeink. De úgy, hogy szövetséget is hozzon, nem csak így randomra. Hogy is nézzük? Szövetség ereje szerint kéne. Szóval, tehát tudnánk itt a Riazanyi törzsfővel barátkozni. Igen, és látom, hogy 3 éves a menyasszony. Tán Permel esetleg, vagy valami. Kazárokkal is tudnánk. Hát talán még Riazannyal éri meg a legjobban. Csak messze vannak picit. Meg picit fiatal a menyasszony. Igazából mindenki messze van. Nagyszerű. Akkor meg kéne várni talán, amíg a Kunoknak születik valami gyereke. Addig meg összehaverkodni ezzel a Főkunnal. Vagy a Permiekkel. Hát Perm talán egy fokkal kézenfekvőbb lenne. Csak a Permi ember eleve kevésbé szeret minket. Dúló, akármi is legyen. Hát az a bolgár ember se szeret minket annyira. Ezt nem tudnánk elvenni? Elcsábítani el tudnánk. Nem fogja elfogadni. Vallási különbség -1000-et ad. Valószínű, hogy így azonos vallásúakkal kéne házasodni, csak hát azokból azt hiszem nagyon kevés van. Sehol nincs azonos vallású nagyon. Az oroszokkal meg már nem tudunk diplomáciai kapcsolatot felvenni, mert túl messze vannak. Nagyszerű. Akkor lehet, hogy a Riazanyiakkal kell beérnünk. Bár ők is nagyon messze vannak. Amíg ide vánszorolna a hadseregük, az egy örökké valóság lenne. Lehet át kéne térnünk Tengrihitre. Te a birtokainkon milyen vallás uralkodik? Muzulmán. Nagyszerű. Arra nem térünk át, az biztos. Úgy látom, hogy azért a tengerik így annyira nem idegenkednek a más vallásúaktól. Szerintem csak jobbak kéne velük lenni. Akkor próbáljuk meg összehaverkodni a Sarukánnal.
Nagy esélyem nincs a sikerre, de próbáljuk meg, majd igyekszünk ügyesek lenni. És ezen kívül, hogyha tudunk, akkor fejlesztünk valamit így az infrastruktúránkon. Nem tudunk, mert nincs nagyon pénzünk. Na mindegy, akkor azon nem fejlesztünk. Még valami képzőépület jól jött volna, egy kicsit nagyobb seregünk legyen. Na mindegy. Jó, akkor esetleg valami döntés, amit tudnék hozni. Ja, úgy nézem, hogy nem lesz. Nem, mint hogyha elképzelhetőnek tartottam volna, és így úgy feudális útra térhetünk innen a prériből. Akkor valami activity, hogy az activity-ket most hozta be a játék, de úgy nézem, itt sincs semmi. Még ugye a vadászat kijönne, de most amondoljuk, hogy takarékoskodjunk. Tanács mit tud csinálni, lássuk csak. Ádárn a Nagylink térítsen területet. Hát lényegében ez egy fölösleges kísérlet, 110 év alatt sikerülne. Akkor ehhez lehet, hogy van valami köze annak, hogy Ádárnak nulla az olvasottsága. Területi követelés, nyugatra terjeszkedünk, és legyen ez a Belobej. És hamisítsuk a leszármazási táblákat ezerrel. Nagyszerű. Akkor Belobej ellen nekiállunk követeléseket gyártani. Kancellárunk pedig foglalkozzon a külkapcsolatokkal, nagyon helyes. A Stuartunk gyűjtögesse a pénzt, tök jó. Helyett térítse át kulturálisan Ufát. Ez csak 15 év, ez nem sok. A Marshallunk képezzen katonákat, nagyon helyes. A kémmester pedig kutasson titkak után, de hol? Kutasson titkak után a Kun udvarban. Ja. És ezen kívül még mit tudunk tenni? Valakit nem tudnánk eltenni láb alól. Hát úgy nézem, nagyon nem. De ha már valakit meg kell próbálni, akkor valami távolabbit próbáljunk meg, amiből nem lehet olyan nagy baj. 13% az nem sok. Itt is az nagyon nem sok. És ott találjunk ki 13%? És 13%. Nagyszerű. Következő jelölt a halállistán. Erre az emberre valamiért nagyon haragszunk. Jó, akkor legyen ő a célpontunk. Ha 13%, ha sem, megpróbáljuk. Kik vannak az udvarunkban? Hát egyedül a főpapunk, aki magyar és rendes rénszarvas hívő. És valamiért az udvarunkban senki nem szeret minket. Lehet azért, mert baskirok és muszlimok. Ki tudja. Nem jó, hogy ennyire nem szeretnek minket. Esetleg nem akar valaki megtérni?
az a gond, hogy ahhoz is szeretniük kéne, hogy megtérjenek. És lévén, hogy nem akarnak megtérni, ezért nem szeretnek minket, és így nem kérhetem meg őket, hogy térjenek meg. Lefizetni meg nem fogom őket. Mi lenne, ha elcsábítanánk az uraltaui uralkodó nőt, vagy törzsfőnőt? De ez csak a barátkozás, várjunk csak. Nem az, amit akartunk. Hol van a rendes opció? Nincs ott. Miért nincs ott? No? Ez valami új feature, hogy nem lehet? Nem értem én ezt. Jó, lehet, hogy ahhoz van valami köze, hogy leszbikus. Na mindegy, a férjét lemerényeljük, utána lehet, hogy meg tudjuk kérni a kezét. Attól még nem lesz kevésbé leszbikus, de ternek nem rossz. Na és akkor történjenek is a dolgok egy picit. Picit gyorsítsunk fel, úgy közben nézzük a dicsőséges über extra metal állat usankánkat. Nagyon dicsőséges is, egy esemény, történt végre valami. Na szóval jó, jött ez a Omurtag nevű fickó, aki egy elmebeteg amúgy, de jó harcos erdőben. Nagyon jó az intrikája, meg minden, hogy szívesen itt maradna velünk és megosztaná az ismereteit a világról. És akkor fogadjuk be, vagy fogadjuk be és nevezzük is ki valaminek. Vagy ne fogadjuk be. Szerintem fogadjuk be. Kicsit javulni fog a véleménye rólunk, és végre van egy rendes harcosunk. Nagyszerű. Tanácsba be tudjuk tenni? Tegyük be a tanácsba. Jó, a marshal skill-je. Lecseréljük a marshalunkat. Őre. Omurtag, te vagy a marsallunk. Nem tudok megkérni, hogy térj. Ja, meg is tértél. Nagyszerű. És akkor találjunk neked egy rendes feleséget is. Ha megvan, ez tök jó ötlet. Larka! Drága kedvenc kémmesternünk. Hozzáadunk ehhez a frissen beesett elmebeteghez, akit kineveztünk lényegében marsalnak. Csodálatos, és most már nagyon szeret minket. Nagyon, plusz 3-ra. És Larka még mindig nem akar megtérni. Öreg hiba. Ja, szerintem akkor folytatódhat. Közben nem tudom, hogy miért kerestem, miért voltam a Seljukoknál, na mindegy. Közben gyűlik a pénzünk legalább, annyi hasznos történik.
És visszatérek majd, hogyha történt valami komoly. És történik is közben amúgy, fosztogatók. Uraltau. Talán itt keresztül mennek rajtunk, vagy... Hát azért nem, azért megölték egy udvaroncunkat az ostromban, meg egyet elfogtak, szóval annyira nem voltak kedvesek. Ajajajajajaj. Nem talált semmit a kémmesterünk a... az udvarában a sarukánnak. Ja, akkor adunk neki új feladatot. Mondjuk, hogy itt nézzen körül itt a saját házunk táján. Hát, ha valakin találunk fogást, és utána megkérhetjük majd, hogy térjen át az egy igaz jávorszarvas imádatra. Közben kezdünk valamit a kis szerelésünkkel. Dicsőséges usankánk, túl dicsőséges. Így egy fokkal jobb. Nem olyan eredeti, de jobb. és még itt van sok alternatíva, hogy eredetiek legyünk, de inkább ne erőltessük. Az jó. Nézzünk egy jó hacukát. Ami lehetőleg nem tájidegen teljes mértékig. Valami sztyeppeit nézünk, az talán úgy elmegy. Na, legyen egy ilyen nagyon menő sztyeppei csili-vili páncélunk. Valami mégiscsak a fejünkre, hogy ne legyünk ennyire. Egyik jobb, mint a másik. Jól van, ezt engedjük el. A ruha ne legyen mégse ilyen ennyire páncélos. Teljesen indokolatlanul. Ezek a sztyeppei cuccok azért nagyon mongolosak. Nem élünk mi annyira sztyeppében. Tulajdonképpen végülis erdőben élünk inkább, hogyha jelenlegi diszlokációnkat nézzük. Legyen inkább egy ilyen északi cuccunk. Tudom, nem vagyunk annyira vikingek, de hát a piacon vettük. Barátaink fosztogatták, mi megvettük. Van ez így a sztyeppén. Főleg, hogyha az a sztyeppe már ugye inkább a tajga. Így. Ez így jó. Kicsit kozák az a csizma, de nem baj. Azt is úgy szereztük. Riazany itt van egy köpésre. Egyértelműen jobb, történjenek a dolgok. Kutesk, örökké emlékezni fogunk rád. Te rád is, Karicil. Kutesk és Karicil kiváló ügynökök voltak. Közben nézzünk valamit. Valami házastársfélét. Hát... nem vagyok lenyűgözve egyiktől se. Mi is tudnánk fosztogatni, csak nem... Na, hirtelen megerősödtünk katonailag.
hogy eddig is ennyi katonánk volt. Viszont ha ennyi katonánk van, akkor miért nem támadunk? Mondjuk, mert nincsen, gondolom, érvényes hamisított papírunk. Még 4 hónap, amíg legyártja a drága Noidlink. Közben Anzi... Nincsen mi Anzival, na jó. Hagyjuk, mindenki azt csinálja, amihez legjobban ért. Ezt a 4 hónapot megvárjuk, aztán támadunk. Addig viszont fosztogassunk. Négyből 6 bajnokunk már megvan. Ha... Az jobb lenne, 6-ból 4. Tudunk ilyen akolédet kinevezni, ami egy ilyen külön titulus, szóval létrehozhatunk egyes lovagoknak ilyen külön titulust. Itt például az első az eskütevők között a titulus, amilyen nevet kapott, és megtehetnénk ezt az amúrtagot például ilyen akolédnek. Nem tesszük meg, mert költséges lenne. Egyelőre nem fér bele nekünk a költségvet, de belefér. Végül 100 prestízs belefér, jó. Oké, van egy akolédünk. Állítsunk fel egy fosztogató sereget, és küldjük rá valamelyik szomszédunkra. Oké, uraltú. Ja, ők fosztogattak meg minket, mi meg megfosztogatjuk őket. Kölcsönfosztogatás visszajár. Jó, hát így kicsit közelebb leszünk ahhoz, hogy riválisak legyünk ezzel a helyi törzsfőnővel, de ezt vállaljuk. Igen, amúgy magának köszönheti, mert ugye lényegében arról szól ez a kis sztori, hogy felperzselték, ami értékes volt, és így nekünk hát kevesebb fosztogatni való jut. Hát sajnos ez van. Jó, közben mi történt? Ha követelhetünk váltságdíjat. Nem fizethetünk váltságdíjat, ami azt illeti. Kutesket visszavásárolhatjuk. Akkor mégse halt meg Kutesk? Akkor a másik halt meg. Őt elfogták. Jól van, fizessünk. Kutesk, hazavárunk. Olvasott ember, vagy megéred az áradat, még ha utálsz is minket, mint... Nagyon, nagyon. Ja, és nem is akarsz áttérni, persze. Na, és ezután mondjuk lehetne rajta egy kis... kicsit nagyobb fogás, hogy azért mégiscsak kiváltottuk a rabságból. Kis buzia. Nem pejoratív értelemben, nem ott van a két kis marsjel egymásban, szóval homoszexuális. Jó, adunk új feladatot a kémünknek. Nagyon sokba kerül ez a megvesztegetés ahhoz, hogy a területi követeléseink legálisnak tűnjenek. Most ezt megengedhetjük magunknak? Megengedhetjük-e vagy sem? Megengedhetjük, mert kell nekünk az a terület. Lementünk kicsit minuszba, de az nem a világ vége. Nincsenek zsoldosaink, úgyhogy komolyabb baj nem történhet belőle. Oké,
Ó, Khan Sharu végre szövetséget ajánlott. Szerintem ezt örömmel elfogadjuk. Ez nagyszerű hír. Igazából pont ezt szerettük volna. Örülök, hogy így összejött. Nem megyünk neki a másik fosztogatóknak, mi már kifosztottuk őket, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Hegyekbe nem éri meg menni, mert ott csak éhen halnánk, úgyhogy hazamegyünk, leszerelünk, és utána megtámadjuk végre Belobeit. Hány hónap még, hogy meglegyen a területi követelésünk? Jó, az már megvan. Újabb területi követelést gyártunk. Mondjuk Uraltura. Leszereljük a hadsereget, utána felállítjuk a hadsereget, és elfoglaljuk végre Belebit. Jó, szereljünk le. Miért nem tudunk leszerelni? Valami hiba van a rendszerben, vagy? Lehet ez a csatához van ott valami köze? Vagy valami fosztogatókkal csapnak össze, azt hiszem. Ha. Vonuljunk hátrébb, legyünk távolabb ott a mindenféle csatáktól. Találunk egy jó kis helyet, ahol leszerelhetjük a hadsereget, és akkor megoldódik a nagy-nagy probléma, tudunk majd hadat üzenni. Menjetek oda. Igen, úgy. Mellé tudtak szerelni? Yeah. Mindenki hazament, most, hogy mindenki hazament, hadat üzenünk, és mindenkit behívunk. Ja, nem tudunk, amíg van tartozásunk. Nagyszerű. Akkor most várunk. Majd szólok, ha történik valami. Tudnánk adni egy kis mérgezett kaját ennek az embernek, de kicsi lenne nagyon az esélyünk, szóval nem próbáljuk meg. Közben Khan Sharut sajnos nem sikerült a hizelgésünkkel lenyűgöznünk. Hát ez szomorú. Romlott a viszonyunk picit emiatt. Közben az inventorinkban megnézzük, hogy mink van, és hát nincs semmink, szóval. Szóval ez van. Vagyis ez nincs. És közben meg lenne az újabb területi igényfabrikálásunk, de most jöttünk fel nullára, szóval most nem megyünk ebbe bele, köszönjük. Majd fabrikálunk területi igényt később, előbb üzenjünk hadat. De mi nem tudunk úgy amúgy hadat üzenni? Azért nézzük már meg. De hadat tudunk üzenni presztízsért is, akkor fölösleges klémeket gyártanunk, elnézést. Túlértékeltem a jogállamiságunkat. Akkor ez esetben menjen a Noading téríteni. Ja, akkor Szalvasztér, most háborúba indulunk.
és ez is így is elvitt 56 prestige-t, szóval körülbelül ténylegesen semmi értelme nem volt a szigény fabrikálásnak. Nos, indulhat a sereg, irány a fővárosuk. Ők is megindítottak 396 főt. Oké, közben egy katonai képességpontunkat kioldhatjuk. Jó, kioltottuk a Bellum Justumot, ugye ez a Casus Belli kosztot árát csökkenteni 50%-kal, ami most hát látjuk, hogy nem, nincs csak értelme, de mindegy. Közben ő is itt nekiállt ostromolgatni, az minket hidegen hagy, picit. Jó, nem teljesen. Ketté vágjuk a seregünket. És még mindig nem merényeljük le ezt az embert. És ezzel a sereggel megindulunk ide keletre. Másik sereg folytatja az ostromot. És elfogtuk a vezérüket. Tudunk-e érte váltságdíjat kérni? Tudunk. Akkor éljünk vele. Ja. Megverik őket harcban, nincs szükségünk ilyen nem tisztességes eszközökre. Hogy csak azért legyen miénk a győzelem, mert elfogtuk a fickót. Nem, inkább elveszik a földjét is, meg a pénzét is, az úgy tisztességesebb, úgy érzem. Jó, és szerintem tudunk még több váltságdíjat kérni. Nem, érte nem tudunk kérni, na mindegy, de van még egy fogjunk. Ja igen, a kölyök. Kölyök, 10 aranyér. Érte fizetnek? Nagyszerű. Közben ott egy nagyon nagy fosztogató sereg. Azzal nem kéne találkozni. Illedelmesen kikerüljük őket. Remélem. Jó, és még volt egy foglyunk. Érte tudunk váltságdíjat kérni? Kormesli. És ha kivégezzük, megégethetjük. Csak akkor megharagszanak ránk nagyon a muszlimok, és tekintve a legtöbb alattvalónk az, ezért ez nem lenne egy szerencsés dolog. Háborút megnyertük. Elköveteljük ezt a területet. Nos, van egy új területünk. Igaz, amit frissen fosztottak ki, de se baj. Leszereljük a hadsereget, mindenki mehet haza, megünnepelni a győzelmet. Oké, első diadalmas háborunk. Azt hiszem, itt a kiváló alkalom, hogy lezárjuk ezt a részt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Legközelebb remélhetőleg több minden fog történni. A viszont látásra!